A régi és a mai piarista oktatásról, nevelésről, valamint a szerzetes rendhez kapcsolódó jubileumokról is szó volt a piarista esték évadzáró rendezvényén. Mint arra dr. Koltai András levéltáros emlékeztetett, a rend idén ünnepli 400 éves fennállását. A közösség megalakulásakor a piarista szerzetesek Isten szolgálata mellett a lehető legkorszerűbb módszerekkel akarták tanítani a gyerekeket. Az előadáson elhangzott, az elmúlt évszázadok alatt, például a barokkorban vagy a kommunista diktatúra idején a kezdeti cél nem változott, csak az eszközök. Kalazanci Szent József a rend alapítója például azt látta, hogy ugye a gyerekeket, akik a szegény gyerekeket, akiket ő befogadott az iskolába, és miután hazamennek az iskola után, ismét nincsenek jó helyen, és akkor azt találta ki, hogy hazakíséri a gyerekeket. Ez az első római piarista iskola egyik jellegzetességül, hogy a tanárok kettes sorokban hazakísérték a gyerekeket. És egy másik ilyen példa, ami Magyarországon fontos, itt a rendnek az egyik ilyen márkajelévé vált a természettudományok tanítása, ami a 18. században, amikor még a jezsuiták voltak Magyarország nagy iskola fenntartó rendje, nem volt egy annyira fontos és előtérben hozott dolog. A piaristák azonban vállalták, és ezt azóta is vállalják.